Brandon Fejl az egyik érkező játékos a Dunajvárosi Racionikák jégkorong csapatánál. Az idei szezonban az együttes több új jégkorongozót is igazolt, köztük a tengeren túlról, a Brown Egyetemről érkező játékost is. Izgatottan várom a kezdést, kíváncsi vagyok, milyen a többi csapat, hol vagyunk hozzájuk képest, és természetesen minél több meccset szeretnék megnyerni. Szintén új igazolás a Ferencvárosból érkező Lévai Máté, akinek nem ismeretlen a Dunajvárosi Acélbikák csapata. Elég sokat játszottam már ellenük, és remélem, hogy idén is elég jó szezon fogunk produkálni. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Elég jó az alapanyag, elkezdtünk edzeni, és majd igen jövő héttől folytatjuk a munkát. Az érkező játékosokon kívül számos olyan jégkorongozó is pályára lép majd a dunajvárosiak színeiben, aki a korábbi szezonokban is erősítette a DAB együttesét. Szerintem az idejében a csapat is elég acélos lesz, ahogy a nevünk az is illik. A tavalyi fiatalok, akik tavaly kerültek fel a felnőtt ligába, szerintem tökéletesen felvették a ritmust a felnőtt szinthez, és nagyon sokat fejlettek, mint a tavalyi évben, mint a nyár alatt. A DAB vezetőedzője Lee Gilbert elmondta, igazolásaik mindenképp erősítést jelentenek számukra, ahogy az is, hogy Azari Zsolt, a csapatkapitányuk visszatért az Acélbikákhoz Lengyelországból. Brandon Fiel, who's coming from Brown University. Legutóbb igazolt játékosunk Brandon Fiel, aki a Brown Egyetemről érkezett Európába, de a finn bajnokságból is érkezik jégkorongozó, illetve Alec Kengus, aki szintén a tengeren túlról érkezik. Tehetséges játékosok, a kondíciójukkal sincs gond. További jó hír, hogy csatlakozik hozzánk Keegan Danzerő, és visszatér Mike McCann. Tehát stabil alapokkal bírunk, és jó hír, hogy visszakapjuk a csapatkapitányunkat, Zsocit is, aki Lengyelországból jött vissza. A Dunajvárosi Acélbikák jövő héten kezdik a jeges edzéseket, első felkészülési mérkőzésüket pedig Dunajvárosban augusztus 18-án játsszák, este 19:30-tól a Ferencváros ellen.